Sziasztok, Árnám vagyok, Mobilix TV-t nézitek, ez pedig itt az új HP 655-ös konfiguráció. Ugye ez a notebook, ez a 650-essel együtt jelent meg. Ugye a 650-es az Intel-es, a 655-ös az AMD-s modell, ami a végül is a 630-as és 635-ös kompaktot váltja. Imáron viszont a HP kompakt megjelölés nélkül mutatta be ezt a modellt. A Fed lapját, hogyha megnézitek, ilyen pillanatban van rajta egy védőfólia, de ezt eltávolítva maga a hátlap teljes egészében, ahogy látjátok is, szürke és matt felületű, tehát nem tükröződik rajta vissza a fény, illetve maga a felület sima, az oldala van szépen lekerekítve itt a széleken, illetve lehet, hogy a középen a jól megszokott HP logót láthatjuk. Hogy oldalról megnézzük, a jobb oldalt a jobbkezeseknek kedvezve csatlakozó az alsó részen kevésbé található, itt a DVD író helyezkedik el, míg a felső részen kapunk két USB 2.0 csatlakozót, töltőcsatlakozást, illetve magát a Kensington Lock zárat. Az elején Altec hangszórókat találunk, ez itt helyezkedik a jobb oldalt, illetve a bal oldalt is, tehát ez ide előre került, más gyártók megoldásaihoz hasonlóan. A bal oldalt pedig kapunk egy végia kimenetet, itt van egy ilyen nagyobb felületen egy hűtőnyílás, gigabites LAN csatlakozó, HDMI, megint csak egy USB 2.0, tehát sajnos egy 3.0-as csatlakozó nincs rajta, kettő darab audio csatlakozó, ugye egy mikrofon és egy fejhallgató, valamint egy több funkciós kártyaolvasó. Hogyha az alját is megnézzük, ugye a 6 cellás akkumulátor itt helyezkedik el, illetve elvileg ezt a panelt le tudjuk szedni, és itt memóriát tudunk esetleg bővíteni ezen házilag is. Bár ezt még nem néztem éppen meg rajta. Hogyha felnyitjuk, ugye ez egy 15,6-szoros kijelző, ez látszik rögtön az első pillanatban, hogy matt felületű, tehát szerencsére nem fényes a felülete. Alul látható ugye a megszokott HP logó, illetve a HP 655-ös felirat, felől pedig egy mikrofon társaságában helyezkedik el a webkamera. Hogyha megnézzük magát a csuklótámaszt, illetve az alsó részt, itt ugye teljes magyar kiosztás, billentyűzet viszont numerikus, az nem került rá, nem csiklet keyboard, tehát ez az egybefüggő billentyűzet mégis némi kis szigetes kialakítást adott neki a HP. Itt a bekapcsoló gomb itt bal felül található, valamint ami érdekes, hogy sűjesztve található a billentyűzet, és itt ez megint lefele kerekedik ez a oldalsó rész, ami egy egész érdekes vonalvezetést visz. Úgyhogy ez a felső rész is teljesen műanyag, illetve fekete, az alsó pedig ilyen világos szürke, mint a fedlap is, és itt található kicsit megsülyeztve a touchpad is, amely egészen normális méretű, 15-szoros méretben ugye kettő különálló gomb van, illetve recézett érdes felületű a touchpad, tehát így jobban használható talán. Itt maticaként, ugye, hogy látjátok, ilyen pillanatban például Linuxon, illetve az AMD új E2-es 1800-as apuja található meg benne. Ez volt tehát végül is a HP 655-ös készülék. Ádám voltam, Mobilix TV-t néztétek, sziasztok!